Karinthy Frigyes magyar író, költő, műfordító gondolatai hangoztak el május 21-én a Jászberényben megszervezett jótékonysági irodalmi műsoron. Karinthy nem volt szép ember, nem volt sármos, görög arcéle volt és óriási nagy óra. Rendkívül hiú ember volt, de emellett a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb alakja. És nem csak Karinthy, hanem Kosztolányi Dezső is. Az ő kettőjük barátságát próbáltuk visszaadni, humorosan, tréfásan, illetve a szerelmet belecsempészni a mai nap hangulatába. A Helyet alapítvány támogatására jött létre a szombati vers délután. A szociális alapítvány több tevékenységet ölel fel. Működtetnek nappali tanodaintézményt, illetve támogatott lakhatást értelmi fogyatékossággal élő és autizmus spektrummal élő fiatalok felnőttek részére. A délutánon belépőként felajánlott összeg segítséget jelent egy újabb otthon építéséhez Jászberényben az alapítvány gondozottai számára. Augusztus 12-én, az két éve, hogy megnyitott a bentlakásos intézményünk. Nem tudtuk ezt méltó módon megünnepelni, ugye közbeszólt a Covid, és most lett egy alkalom erre, illetve hogy most fogjuk nyitni idén a második támogatott lakhatásunkat, azt pedig 5 főre fogjuk engedélyeztetni. Az irodalmi délutánon Rékasi Károly színművész és Magyar Anita költő Karinthy Frigyes szellemiségét megidézve közösen olvastak fel. A költőnő elmondta, nagy követe az alapítványnak, nagy követője a megmozdulásoknak, és minden erővel azon van, hogy minél többet tudjon segíteni nekik. Hát a mai délután nem másról szól, mint a kultúráról, és a kultúrának egyik ékes eleme szerintem a versírás is, és így kapcsolódom én is ehhez a programhoz és ehhez a délutánhoz, illetve nagyon fontos, hogy az autizmussal élő fiatalok, felnőtt fiatalok közül is nagyon sokan történeteket és verseket fogalmaznak meg, és nem véletlenül van itt Rékasi Károly színművész úr is, és az ő előadásában lesznek hallhatók az autizmussal élő fiatalok verse is, illetve az enyém is. Némán szedlek, bár picit néha félek, hogy lajhán léteivel az idő ellop téged. Nem rajzolt több gyönyörrel teli képet, mint tőled kaptam. Rékasi Károly elmondta, úgy véli, az a dolgunk, hogy segítsünk egymásnak. Ő a felkérés mögött egyértelműen a segítségnyújtást látta. Hozzátette, ha máshova született volna, akár határon, túra, és ott kap egy ilyen felkérést, akkor is igent mondott volna. Személyesen is itt vagyok, egyébként pedig tudok finanszírozni egy ilyen helyzetet, egy ilyen segítséget, ami messzire mutat, és nagyon-nagyon nagy szükség van rá. De hát a gólya engem ide pottyantott, ráadásul Jászberénybe, piszkosul jó helyre pottyantott, és akkor azt teszem, amit tudok. Itt vagyok, segítek. Hát ha valaki erre figyel oda, és hát ha ezen keresztül természetessé válik számára, hogy igen, kell itt az embereknek segíteni, akkor rajta. Nagyon jó.